már részben erről is ugye beszéltem, hogy a hazai erőműpark hatásfok javítása, fosszilis energiahordozó arányának csökkentése, de azért ami lehet, hogy azt használjuk fel, például ezért van a Mátra projekt, a lignit erőműépítés, de ugye lehet itt a vitába, hogy akkor milyen hatékonysággal lehetne fekete szénerőművet, egyebet. Ezek a számítások egyébként minden, hogy mondjam, szóbeszéd ellené, tehát megtekinthetők megvannak. Tehát anélkül nincs gazdaságossági elemzés, hogy ne tudnánk összehasonlítani, hogy milyen létesítési költség egy gázosnak, milyen létesítés egy szenesnek, mennyi a megtérülése, nem véletlenül a gázosoknak a létesítés az jóval nagyobb ütembe zajlik, hisz ugye olcsóbb pillanatnyilag befektetni, hamarabb termeli a hasznot, az árba lehet a költségeket érvényesíteni, vannak a szabályzók, tehát mindennek van oka, és azt gondoljuk, hogy ezek a számítások jelenleg is megtekinthetők, nem kell elvégezni. Mi magunk is ebbe az előkészítő munka keretében, amikor a Teller projektben a kormány részére indokolni akartuk, hogy miért atomenergetika az egyik út, abban ezek a számítások, és a szumma hatás CO2 kibocsátás szempontjából, tehát a gyártás, létesítés, bányászat, tehát ez a CO2 kibocsátás eredő körének is a dolgait is egyértelműen bemutatásra kerültek. Hogy mit akarunk a közeljövőbe építeni, vagy mire jelentkeztek be, és mire van engedély. A miniszter úr is beszélt arról, hogy az arányok milyenek. Itt azt kell látni, hogy ugye gázturbina a következő időszaknak a termékei. Ezek ugye mind kombinált ciklusú gázturbinák, egyet kivéve a Bakonyán, az a 116 megawattos a nyílt ciklusú, hisz a súlycserőmű benne, hogy annak másokkor a folyamata, és akkor a mátrai bővítés, a fosszilis és a paksi. Ebből jön össze az a teljesítményigény, hogyha a leállított erőműveket is figyelembe veszem, akkor ki lehet számolni, hogy ebből körülbelül összejön az a 6000-7000 megawatt hiány. Az energiahordozók magyarországi felhasználásának aránya. Ugye Paksa megtermelt, Magyarországon megtermelt villamos energia 37,2%-át állít elő. Itt ebben a kördiagramban az látszik, ugye, hogy az atom 33,5, hisz ebből ugye ábrában látszik is, hogy 9% import villamos energia felhasználás van. Az ország teljes energia mérlegében az atom az 13,7%-kal jelenik meg. Tehát ha egyéb országokhoz nézzük, akkor az atomenergia felhasználása az nem túlzó. Az arányok azok nem teszik indokolt, hogy ne építsünk még ugyanennyi, tehát még egy 2000 megawattnyi teljesítményt. A fenntartható energiaellátásnak a hármas pillére az, amit egyértelműen annak tekintünk, hogy egy gazdaságos és elérhető áru legyen, ellátásbiztonságot szolgálja, és klíma kímérő legyen. Azt mondjuk, de ezen lehet vitatkozni, hogy ennek az atomenergia minden szempontból megfelel, és ezért is szeretnénk mi építeni. És akkor nézzük meg, hogy a világban, illetve nálunk mi a tendencia, vagy hogyha mi arra azon az úton járunk, amiben a világ valószínűleg jó úton tudunk járni. Tehát mi is foglalkoztunk a blokkjaink teljesítmény növelésével, a korábbi 440 megawattos blokkokat már egy lépcsőbe egyszer 460 megawattosokkal alakítottuk a szekunderkör hatásfokjavításával, az elmúlt időszakban a reaktor teljesítmény növelésével 108%-ra emeltük a blokkok teljesítményét, és így akkor a blokkok névleges teljesítmény 500 megawatt lett. A hármas blokkunk ma van főjavításon, még egy hónapig áll a munkák, tervezett munkák miatt. Ennek a végtermék az lesz, hogy az a blokk is, hiszen csak a turbin átalakítás hiányzott ahhoz, hogy tudja a 108%-ot a blokk leadni. Így akkor a Paksi atomerőmű az névleges üzembe 2000 megawatt teljesítményűvé válik. Ez azt jelenti, hogy nyáron is tudjuk, amikor a Dunavíz alacsonyabb, magasabb hőmérsékletű ezt a teljesítményt, és téli üzembe, amikor a hatásfokkal a blokknak a hűtővíz hőmérséklete
miatt jobb, akkor egy ilyen 7020-7030 megawatt összteljesítmény leadására lesz alkalmas a Paksiba. Ugye foglalkozunk, mint a miniszter úr beszámolójából és előadásában elhangzott a blokkok üzemidő hosszabbításával, ott tartunk, hogy ugye a hatóság kiadta azt a engedélyét, amivel kinyilvánított, hogy olyan körülményt nem lát, ami a Paksi atomerőmű üzemidő meghosszabbítását akadályozná. Számtalan munkát kell addig elvégeznünk, hogy ez a program, amit benyújtottunk, most jóváhagyásra került, és kiegészítésre a hatóság által meggyőzve minket, illetve a hatóságot is arról, hogy további 20 évre a blokkok alkalmasak az üzemeltetésre, és majd 2011-ben kérjük meg az üzemeltetési engedélyt az egyes blokkra, ami 2012-ben kell, hogy leálljon. Az üzemidőhosszabbítás engedélyezés és ugyanolyan folyamat, mint új blokkot építenénk Magyarországon, ezért azokról az időadatokról, amiket majd a bővítés során említünk, azokról, hogy egyértelmű visszajelzéseink is vannak, hisz napokban gyakoroljuk a környezetvédelmi engedélyünk, illetve előzetes engedélyünk rendelkezésre állnak, de már ott 2002-ben meg kellett kezdenünk azt a munkát, hogy majd 2012-ben legyen engedélyünk. Ugye arról is beszéltünk, hogy hány országba épül erőmű, tehát nem akarom részletekbe ismételni. Itt csak egy térképet mutatunk, hogy hány helyen foglalkoznak. Az piros egyértelmű mutatja, hogy hol üzemel atomerőmű, zöld, hogy most létesítik, tervezik, és az ezret fog, tehát későbbiekbe fontolgatják még. És alapvetően, hogy ebbe Kína, Ázsia az, aki meghatározó kapacitásbővülést akar elérni. A környezetünkben kik foglalkoznak, ez ugye Ausztriában jelenleg törvénytiltja, Szlovákiában nem befejezett Mohovce, az egy 3-4-es blokkjáról szól van, hogy befejezik, illetve szerződéskötést megkötötték, Bohunice 5-ös blokk épül, Csehország foglalkozik, hogy ő hamarabb kezdte, mint alul is látott a szlájdon, hogy a Temelini 3-4-es blokkot, vagy Dukovánban még egyet, Ukrajnában szintén befejezés, viszont elkezdődött ez az építés korában, Csernovoda, mert szintén Románia foglalkozik az, hogy a épület ott korábban már megépült, de hogy befejezze, ott is versenyeztetés a napokba vonta vissza a kormány, mert az elképzelései módosít, de a szándéka az van. Horvátország egyelőre még nem foglalkozik, ő neki közös volt, hogy a horvát-szlovén-viskó erőmű, közösen üzemeltették korábban, és akkor Szlovénia az pedig foglalkozik ott egy új blokk építésével. Ugye a parlam, hogy mi honnan tudtunk elindulni, honnan volt fölhatalmazásunk ahhoz, hogy egyáltalán ilyen munkát megkezdjünk, az egyértelműen a 2008 4. 17. országgyűlési határozatból következett, meg fölhatalmazta a kormányt, illetve arra, hogy az országgyűlés elé terjessze az atomenergetikával foglalkozó programját, és akkor ez volt az az indító momentum, amivel mi is el tudtunk indulni.